Itt is lesz. Sziasztok! Ez itt a Kisles második évadának 15. része. Ezúttal így az alapszakasz vége felé a playoffról, illetőleg a playoffba jutási esélyekről beszélgetünk. Az Erste ligában, az Ice Hockey ligában és a Tipos ligában. És még egy-két apróbb témát majd kivesézünk a beszélgetés során, ha marad rá időnk, meg kedvünk. Rögtön akkor kezdjük a Volánnal, aki ugye a héten kiderült, hogy be is jutottak a rájátszásba már játék nélkül, ez a Dornbirn kikapott. Így eldőlt, hogy a Volán már az első ötben fog végezni biztosan. Na de hanyadik helyen? Ugye 4 mérkőzése van még a Volánnak hátra, abból 2 az úgymond közvetlen rivális, a következő az január 29-én. Ma 25-e van, tehát 4 nap múlva itthon a Bolzano ellen, és aztán még lesz február 7-én a Klagenfurt ellen idegenben. A másik 2, a Villach meg a Dornbirn lesz. 2 hazai és 2 idegenbeli mérkőzés, tehát gyakorlatilag 2 6 pontos meccset játszik még a Volán. És hogyha azt nézzük, hogy az első 5 helyezetnél a Bolzánónak van 76 pontja, a Salzburgnak 57, tehát van köztük, barátok közt is 19 pont különbség, és a Salzburg mindössze 2 mérkőzéssel játszott kevesebbet. Jelenleg a Bolzánó az első, a Klagenfurt a második, a Volán a harmadik, Bécs, Salzburg a negyedik, ötödik helyen. Úgy néz ki, hogy a Bolzán azért eléggé elhúzott, mert már 8 pont előnye van a Klagenfurttal szemben is, és 9 a Fehérvárral szemben. A kérdés igazából úgy akart hangzani, amikor még megfogalmaztuk, hogy meg lesz-e a Volánnak első egyeneságon a playoff, vagy nem, de most már azt tudjuk, hogy igen, de hanyadik helyen zárhat szerintetek az alapszakaszban a Volán? Teljes mértékben Tom, akkor kezdte. De teljes mértékben a második helyet, illetően a saját kezünkben van a sorsunk, tehát ha Volán szurkolóként beszélünk most. Még a 12 pontot sem látom lehetetlennek innen, ebből a 4 meccsből. Mintázik, hogy itt földrengés van nálad, pratyó? Ja nem, minden. Megtaláltam a székemnek ezt a funkcióját. Szuper. Nem, egyébként... Jöjtem is. Ez, figyelj, Klagenfurt, aki, igen, tehát a Vienna Salzburg már vesztett pontok tekintetében is, ugye, ami nagyon divatos mondás, ahogy nézem, most már bőven a Volán mögött van. Sikerült veszteniük annyit, igen, hogy így már nem, mire meccs egyenlőség lesz, akkor is mögöttük. Fájjon annak, aki nem szerezte még meg, amint tudjuk. Úgyhogy itt annyi meccset kell hozni, mint a mögöttünk állok, Klagenfurtot verni, nincs ezzel probléma. És én még valamikor az elején mondtam, ugye, hogy majd ellenfelet fog választani a Volán. És azért a második helyről induló az jó bónuszpont. Igen. És azt kell, hogy mondjam, hogy szinte el se indult még az alapszakasz, amikor a Tom ezt kimondta. Ettől függetlenül azért azt lássuk be, hogy a Tom szavára ilyen szempontból nem feltétlenül szabad adni, mert a közös tippjátékunkban torony magasan le van maradva a dobogóról. Stét. Kicsi a tét, a kedvem setét. Szóval, Albi, szerinted? Én azt hoznám fel, amit a Szélig Viktornak volt most egy nyilatkozata, vagy riport vele, hogy nem csak az néz ki jól, ahol van a csapat, hanem a játéka a csapatnak. Hogy tehát ez nem egy véletlen műve, vagy a sok elmaradt meccs, vagy a jól jött ki, vagy akármi, hanem tényleg szemre jól játszik, szépen játszik a csapat önbizalommal, ahogy kell. Tehát én is azt mondom, hogy én a harmadik helyet tippelem az alapszakasz végére. És egyébként mindig van valaki, egy valaki, aki meccsenként hozzátesz egy extrát. Nem is mindig ugyanaz a játékos, de mindig jön valaki, aki úgy előlép egyet. Most. Így van. Na várjál. Csani, hol Háriani, valaki mindig. Ja, azt hittem, hogy mindig ugyanaz, és ki kell találni egyet. Nem. Én pont az, hogy mindig nem, valaki. Nem, mindig ugyanaz, mindig más. Mindig valaki más. Egyébként én akkor olyan bátor leszek, hogy azt mondom, hogy vagy a másodikok leszünk, vagy a harmadikok.
De, kemény vagy csak nem, az, hogy a... Zárjuk a Bolzánót, és legyen az első. Azt mondtam, hogy jól játszik a csapat, tehát jó nézni a csapatot. Valóban már így nézem a műsort, hogy kedd, és akkor már megint nincs volán meccs, tudod. És akkor péntek, megint nincs volán meccs. Szóval így vártam, hogy már mikor játszanak, már tudod. Nem törik meg a ritmus. Igen, ezt akartam mondani, hogy egy picit most sok a szünet, nem? Tehát igen, félek. Most mondtam már, hogy legyen meccs, sehol semmi. Úgyhogy ezt meg a Tom, amikor igen, én emlékszem, hogy mondtad, hogy beszéltük. Én egy tárca sört is feldobtam rá, nem tudom, elfogadtátok-e. Nem. Visszahallgatjuk. Arra annyira nem emlékszem jól, tehát azért mindenre én sem emlékeztek, hogy igen, beszéltük, hogy Volán választani fog ellenfelet, és mondjuk a második helyről kell választanod, az tényleg nagyon jó, de szerintem egy ilyen elég nagy nyomás, remélem bírják a srácok. Tehát azért, az alapszakasz végén második hely, az a középszakasz után nem biztos, hogy az lesz. A középszakaszra azért jó bónuszpontokkal indulsz, nem tudom most mennyi bónuszpont. Középszakasz, azt hittem, hogy itt sincs középszakasz. Ja, azok... De van. Ja, én megvagyok, akkor az alap. A jó kiindulási alap az ellenfél választáshoz, az a második hely. Igen. Ja, hogy itt jönnek a bónuszpontos rendszer. Hát az a középszakasz pedig tényleg csak egy ilyen időhúzás, de legyen. Akkor azt mondom, második lesz. Viszont akkor ha középszakasz, akkor legyek tényleg én a bátor, és azt mondom, hogy ő fog elsőnek választani. Na, ez így bátor. Én attól félek, igen, tehát, hogy ez a most már lassan másfél-két hét szünet, nehogy visszaüssön, és így egy kicsit megtörjön a lendület, vagy engedje a srácokat egy picit sokat gondolkodni azon, hogy hű, de jól állunk, mert ugye ebben a rohadt nagy menetelésben, amiben volt a Volán, meg majdnem minden csapat az idei szezonban, nem nagyon van idő arra, hogy végig gondolt, hogy mi történik körülötted, csak mész, edzésmeccs, utazás, edzésmeccs, tehát hogy nem nagyon tudsz gondolkodni. Félek tőle, hogy egy picit most ezt a monotóniát azzal, hogy egy jó pár forduló úgymond kimarad a Volánnak, nehogy túl tudják gondolni a srácok. Viszont én azt mondom, hogy harmadik hely az alapszakasz végén, és én is kacérkodtam a gondolattal, de én azt mondom, hogy a középszakasz végén meg lesz a második hely. Az első nem biztos, de a második hely meg lesz a Volánnak. A playoff az meg másik kategória. Ott még egyelőre nem tartunk, az majd valamikor február közepén. A hosszú szünettel kapcsolatban, meg legyünk pozitívak, az összes sérült reméljük helyre jött. Ja, tudtak pihenni. Tudtak valamit az osztrákok, azért van ez a hosszú szünet, hogy megtörjék a Volánt. Tudtak valamit. Ott is belenyúl a szövetség a sorsolásba, azt mondod? Há, nem, sehol. Oké. Nem hallottam ilyenről. Jó, a Volán az a helyzet, hogy örömét bódották, hogy nincs miről beszélgetni. Tehát, hogy tök jó a csapat, legtöbb gólt lövik, egy picit sok a kapott gólt, tehát hogyha megnézzük azt, hogy a Bolzen 62 gólt kapott 35 mérkőzésen, 103-at a Volán 36-on. Én még valamikor a héten böngésztem az Ebel oldalon, bocsánat, Ice Liga oldalon a statisztikákat, és jó nézni ott a pontlövőknél, hogy mik vannak az első 20-ban, ott van Háriani, tele van magyar. Erdély. Igen, légiósakból is vannak ott ketten. Mm-hmm. Azt múltkor beszéltük, hogy valami 15. vagy 6. helyen van az első osztrák születésű az osztrák bajnokságban. Egy még hátrébb. No, figyelj, Volán közönség szórakoztató meccset játszik. Na hát most 6-4, 7-5, sima szettek. Ez igaz. Nincs ezzel semmi gond, tehát én egyébként leszarnám, hogyha minden mérkőzésen ilyen 6-8 gól esne. Egyet többet kell lőni, egyet ez a taktika. Így van. Nyerni kell, ez a lényeg. Öcsibácsiék is megmondták, egyre többet kell lőni, mint az ellenfél, kész. Még az rombolják fel a liga színvonalát a mi statisztikánk szerint. Megbólátunkat nézzük, de hibánja. Beépített embereink. És akkor libikókázzunk egy kicsit, és most essünk le egy sajnálatos... Jajosan mély gödörbe, menjünk el Miskolcra. Én még esek, még nem értem az aljára. Igen, tehát jelenleg a 11. helyen áll a DVTK, 34 mérkőzést játszottak.
29 pontot szereztek, mögöttük a Liptovski Mikulás van, nem téma, 12 darab pontot gyűjtve, tehát ők már meg nem előznek minket, de egyébként tök mindegy, hogy 11 vagy 12. helyen végez a DVTK. Viszont sok, még 16 mérkőzése van a DVTK-nak. Pont tehát ebből elég. Még itt, ahogy mondani szokták, lehet eső, lehet sár, bármi. Itt, ami nekem nagyon szembetűnő, és azt gondolom, hogy ez minden, vagy legalábbis nagyon sok mindenre magyarázatot ad, az a 34 mérkőzésen szerzett 76 gól. Ez nagyon kevés. Nekem ott, ami fájdalmas, hogy a Vasasból oda játszó fiatalok kilógnak lassan a csapatból fölfele. Lelkesedésbe, kaparásba. Meg is csodálom a szurkolók türelmét, végtelen türelmét, mert sehol nem olvasok semmi negatívat. Lehet, hogy beletörődtek. Én nem gondolom. Hát én azt mondanám egyébként, hogy ha egy picit több kötődésünk lenne Miskolchoz, akkor már valaki írt volna egy levelet. Hát az a szerencséjük, hogy oda kevésbé jártunk le, hát botrányos gyerekek. Tehát amikor, nekem kell ózdiként. Hát igen, akkor neked. Tehát amit láttam meccset, ez alapján nem fog senki bele szeretni jégkorongba. Azért mondtam, ez a 16 forduló meg bőven elég arra, hogy a Liptov-Szent Miklós is utoléri őket, ha így folytatják. Hát sajnos nem is én. Az a bosszantó, a 76 lőtt gól az nagyon kevés, de nem ezzel van a baj, hanem azzal van a baj, hogy ez nem az van, hogy kurva sok lövés meg helyzetből ment csak be ennyi, hanem ilyen elképzelés nélküli monoton játékot látok. Darálás. És nincs meg a kreativitás, és persze, ha nincs meg a kreativitás, egyre jobban jön a békjó, és nem megy be semmi. Nem tudom, tehát egyelőre nagyon kilátástalannak látom a Miskolc helyzetét. Független attól, hogy ha kivesszük a Trencsényt meg a Kassát, akik pontban jócskán el vannak szakadva fölfelé, akkor az Érsekújvár, Banská Bystrica, Liptov-Szent Miklós DVTK 4-esből még kis túlzással bárki bejuthat, de mondjuk a Liptov-Szent Miklóst optimálisan vegyük ki, hárman pályáznak kettő helyre, és a hármójuk között jelen pillanatban mindösszesen mennyi 7 pont különbség van. Ez minimális 16 forduló alatt. Minimális, de beláthatatlan. Tovább megyek. A múlt alkalommal te mondtad, Szarvi, most én mondom ki, még most sem késő edzőt cserélni. Nekem a nyilatkozataival tele van a tököm. Egy vicc, amiket a csávó ajánl. Politikailag korrekt voltál. Tényleg, tehát lehet, hogy mint edző egy jó, de én már libabőrözöttek, olyan a hidegrász a nyilatkozataitól. Nem beszélve arról, hogy egy versnek miért kell 36-7 perceket játszani, de tök mindegykinek, tehát nem áll. És úgy van 2,5 soruk, hogy följátszik a 4 vasasos. Úgy vannak 3,5 sorra. Nem hiszem el, hogy nincs annyi pénz, hogy hozzanak egy légiós. Ugye elmentek ezek a fiatal légiósok, akik szerintem ilyen koszkvartéjér voltak itt. Igazoljunk már valakit. Hát főleg, hogy szabadon van a piacon pár játékos azért. Azt akartam még mondani, itt egy nagyon picit, hadd próbáljak meg visszakanyarodni, nem vagyok Szarvi, hogy mindenre emlékezzek, de egy... Még szerencse. Egy pár hónappal ezelőtt, amikor a bajnokság elindult, és jöttek az eredmények, ugye Dave Ellison elkezdett nyilatkozgatni. És akkor jött egy szarabb meccs, és pont te voltál, Albi, aki azt mondta, hogy milyen fasz a tökös csávó ez, hogy megmondja, hogy mi volt a szar, meg mit tudom én. És akkor én is azt gondoltam, hogy igen, ez ilyen Magyarországon eddig nem nagyon ismert nyílt beszéd. Az kiderült, hogy csak pontosan, vagy egy másik író által írt sablonkönyvből diktálja az interjúkat. Igen. Tehát, hogy így számunkra ismeretlen volt ez a fajta kommunikáció, de most már megismertük, és kezd unalmas lenni, hogy mindig ugyanazt szajkozza. És a legnagyobb bajom még mindig az, hogy értem én, hogy egy újságírónak, vagy a nézőnek, szurkolónak nem
fogja tudni elmondani úgyse, hogyha tudja is, hogy mi a probléma, hogy miért nem megy. Ugye most nemrég beszélgettünk Mogyival, és ő is elmondta, hogy mi az, ami a csapatban jó, mi az, ami nem jó, és nagyon bízott a következő mérkőzésben, azt kaptak egy 8-ast. Tehát, hogy ne, de ettől függetlenül valószínűleg ő tudja nagyon jól, hogy mit kell csinálni, az kérdés, hogy meg tudja-e valósítani, mert alkalmas rá a játékos keret, a közeg, bármi. Viszont Dave Ellisonnál egy nagyon picit, persze nem látok bele, de azt érzem, hogy most már mindegy, csak lemegy valahogy ez a szezon. Tehát, hogy így nem, se a játékosokban, se az edzőben, se a klubban nem látom azt a tüzet, ami szükséges volna ahhoz, hogy valahogy elcsípjük azt a 10. helyet. Inkább ilyen éljük túl ezt a szezont, hangulata van az egésznek. Meg emlékszem magónak arra a nyilatkozatára, ami mindannyian úgy nem megdöbbenünk, olyan még megható, de nem tudom, tényleg majd ebőgte magát, hogy nem mondjanak le róla a nézők, és akkor tényleg azt érezte az ember, hogy jó, hát akkor majd lesz ez valahogy, de nem. De nézd, azt nem vitatom, hogy akarnak, azt nem vitatom, de semmiféle elképzelés, ötlet nincs a játékban. Hát mondjuk azt, hogy hál' Istennek régen láttuk őket. Ez is igaz. Ebben semmi bántó nem volt. Mert egyébként hagyja a tévé, és elkapcsolok. Tehát mondom. Tehát olyan a játék, hogy elkapcsolok. Menedzser az a tip, még szeret inkább, mi? Hát nem menedzserek, izgulok rajta. Úgyis elmegy az is. Tehát én is ugyanolyan jó vagyok a tipmixben, mint ők a jégpályán. Tehát ezzel nincs gond. Csak mindegy. Szóval hát sajnos ez nekik ilyen. Viszont így még nagyobb eredménynek tartom a Vasasos fiatalok eredményeit ott, hogy első soros bekkünk van onnan, meg a Turbusznak a két gólpassza, mert azért tényleg, ha egy Poprádból berakják az első sorba, lehet még nekem is van két gólpassza, mert hátba lőnek a koronga, ezt úgy pattan, hogy valaki belövi. Nem hiszem, mert többé már ők kikoristak. Majd kis lesz, hát ki tudja megállni. Az érdekes, hogy vagy lehet, hogy érdekes lenne, nem tudom, nem néztem meg, érdekes lenne egy olyan statisztikát csinálni, mint amit ugye a Teutuszos beszélgetésnél csináltunk a DAB-ról, hogy, és azt most majd, amikor a Erzterliga playoffról beszélünk, akkor még talán elővesszük, de hogy a Miskolcnál is azt érzem, hogy az biztos, hogy van egy harmad, amit elbuknak. De nagyon. És hogyha vezetnek, akkor azt nagyon elbukják. Úgyhogy érdemes volna esetleg ilyen harmadonkénti statisztikát megnézni, mert nagyon fura. Nagyon fura ez a... Néhány mérkőzésen tényleg az van, hogy olyan érzésed van, hogy na ma. Ugye megverték a Szlovánt 2-0-ra, de baszki, 2 lőtt gól. Tehát ott is csak azért nem kaptak ki, 3-2-re, vagy 4-re. Hát nulla kapott volt mellé. Nulla kapott. Az tök jó lenne, csak gyakorlatilag a 34 mérkőzésen kapott 120 gólt, ennél csak a Liptó kapott többet. Igen, az azért ritka, hogy lehozol egy bajnokságot kapott gól nélkül, tehát erre ne lenne, erre alapozzunk a lőkétre, két lőtt gólra, mert úgy nehéz lesz. Ugye ez a 2,5 gól körüli átlag, kapott gól átlag a normál. Tehát 3-at minimum lőni kell ahhoz, hogy nyerje általában. Igen. Harmadonként egyet minimum, tehát az az alapelvárás. Igen. Nálunk legalábbis, itt a kislesben. A tipmixben is. De a most jelen pillanatban a Miskolc lőkét volt az. Az jó. Nem a DVTK meccsen. Oda nem azt. Van a Miskolc, az úgy néz ki, csak mondom, hogy 76/34, tehát 2,2-es lőtt, és 3,5-es kapott gól átlaggal van. Akkor épp, hogy kikapnak. Gól. Akkor mindig csak épp, hogy kikapnak. Éppen kikapnak egy másfél góllal. Éppen kikapnak. Egy vagy két góllal kikapnak. Hát az a baj, hogy nagyon sok, amikor én láttam meccset játszani őket, az a baj, nem is volt esélyük. Tehát tényleg ilyen. És tényleg annyira, tehát olyan gyengén, mond tényleg, hogy elkapcsoltam, mert olyan gyenge a játék, hogy van egy-két jó csere, és akkor kill egy kontrából mondjuk elmegy az ellenfél, belövik, jó? És nem telik el 3 perc, és már 0-3. Tudod? És akkor mondom, gyerekek.
Tehát akkor tényleg nézem inkább a tipmixet, majd golfozok, vagy valami. Ami... Igen, bocs. Az Erzsés meccsek jutottak eszembe, hogy néztem valamelyik nap a Vasas dab meccset. Egy jó kis pörgős hajtós meccs volt, lekötött végignéztem. Ma a Fradi, Debrecen Fradit néztem, de úgy közben néztem mindent. Nem volt rossz meccs, de az a kicsit gyenge volt az iram. A Fradi, amikor hibázott a Debrecen, az kihasználta, és úgy elcsordogált a meccs. Nem volt olyan jó. Ami még érdekesség itt a playoffba jutás kapcsán, kigyűjtöttem, nincs kizárva, hogy véletlenül kihagytam valamit, de mindösszesen, tehát a hátralévő durván 16-17-18 meccs, attól függ, melyik csapatról beszélünk, ha az utolsó négyet nézem, tehát az Érsekújvár, Banská Bystrica, DVTK, Liptó, Szent Miklós, 16 forduló van hátra, és ebből összesen visszásan 7-es, azaz 7-es mérkőzés lesz, amit ebből a 4-esből egymás ellen játszanak. Az összes többi az a tabella teteje, ergo elég kevés esélyét látom annak, hogy bárki innen még föl tudna kapaszkodni. Tovább megyek, hogy még jobban lesüljesszem a DVTK esélyeit. 3 darab mérkőzés az övé. Ebből egy az Érsekújvár ellen otthon, egy a Liptó ellen idegenben, és egy Érsekújvár ellen idegenben. És pont. Meg itthon. Tehát az egy itthon, egy idegenben, meg egy a Liptó ellen idegenben. Ez a 3 mérkőzés az, amit a közvetlen riválisok ellen játszik a Miskolc a 16-ból. Tehát maradék 13, az a top 8 csapatból kerül ki az ellenfél, és tudjuk, hogy a top 8 csapatok ellen szereztek pontot eddig a miskolciak. Tehát akár akkor még baj. Jól is kijöhet ez a történet. Aha, jól figyeltem, hogy 2 Érsekújvár meccs van, azaz Magyar ellen. Van egy január. Az 4 pont, vagy 3 pontos rendszer, 6 pont. És akkor egy picit most már ugye újabb érdekeltségünk van a extra ligában, az Érsekújvár Mogyi révén. Picit beszélgessünk róla is, és akkor még a végén majd egy fél mondatot Vajádiról is. Az tipos extra liga kapcsán. De hogy Mogyi, ugye az első 2 mérkőzésén tisztes helytállás vagy szoros vereség, aztán beleszaladtak a késben legutóbb. Hogy látjátok, az Érsekújvári jelen pillanatban ebből a 4-esből, akik a rájátszásért küzdenek, a legjobb pozícióban vannak, jelenleg ők a 9-ek. De hát az egyenesági play-o az biztos, hogy nem lesz meg. Vagy legalább... Az egy ilyen nap volt, volt ott egy 0-7 is. Az nap. Jaj, 0-6, valahol volt egy másik nagy is, azt hiszem, nagy zavar. 0-7. De egy volt egy 0-6 is talán, vagy egy 6, valami hasonló volt még egy. Az biztos, hogy lesz melója a Mogyinak, tehát azért, tehát tényleg nem. Ez most egy komoly értékmérő egyébként neki, mert ugye először vett át szezon közben csapatot, ráadásul most egy elég komoly gödörben lévő csapatot kell felráznia. Tehát itt igazából edzői kvalitásai mellett a pszichológusi és egyéb... Meg a varázspálcát is el kell. Varázspálcát is elő kell vegye, igen. Köszönjük kérni a Harry Pottertől, mert azért úgy elmondta, hogy nem, tehát azért játékos anyagban nem olyan nagyon-nagyon erősek, de hát azért látszik is, tehát valahogy, tehát ne. Hát ugye az orvosi stáb segítségébe bízott, hogy minél hamarabb felépülnek a gólő játékosai, meg akik sérültek. Hát reméljük, hogy úgy lesz, és... Viszont ha megnézed a Poprád meccset, ott egész jó voltak 2/3 keresztül igazából, és nem tudok, én Messengeren beszéltem utána, a meccs után vele, és mondta, hogy volt egy tervük, amit elképzeltek, az 25 percig megvalósították, addig működött. Ennyi, és kérdeztem, hogy mi volt, gondolom elmondhatom, annyi volt, hogy semmit ne adjunk könnyen, meg ingyen nekik. Gondolom, első 25 percben meg volt az összpontosítás, hogy a Poprádot elkészítették arra, hogy minden centiméterre megküzdjenek, aztán ez elillant. Hát igen, gondolom. Kaptak is. A legtöbb, ha meg tudják csinálni 45 percig, abból meg kijöhet mondjuk egy győzelem. Egy pont, hogy valami is akárja. Tehát úgy gondolom, ő látja tényleg, hogy mit kell csinálni. Tehát van potenciál a csapatban, úgy gondolom, ott meg tudják valósítani. Minden, a 4 csapat közül úgy gondolom, hogy náluk van a legjobb edző.
Ha már... Nézzük az erősségét a csapatoknak. Hát meglátjuk, hajrá! Én most így az érdekesség kedvéért megnéztem. Bocsánat, nagyon fura ez, hogy egy külföldi csapatnak kell szurkolni, nem kell, csak úgy benned van az, hogy mert hogy magyar az egy, tök fura, hogy tehát ugye Magyinak szívesen szurkolsz, de olyan fura ráállni erre, hogy egy külföldi csapatnak szurkoljak, hogy be is rá. Kicsit tudathasadásos, igen. Igen. És úgy, mert azért valóan mi kutyán kölyke azért, na, itt a Molligában kineveltük őket annak idején. De akkor is, tehát fura ez a dolog, még hozzá kell szokni, hogy nekünk vannak ilyen, hogy külföldi csapatnál magyar egy. Majd ha szlovénát edző. Bocsánat, ha már ide kevertem, a Dárdai Pali is, ugye? Így van. A Herta énekes Lalia, ahogy írtam. Hát, amikor gond van, akkor van kihez nyúlni. Az egy ilyen Jolly Joker a Pali. Figyelj, nem is tűntelem, most lehet rakni a Tipmixen a Hertát. Ja. Hadd mutassak valamit, csak úgy az érdekesség kedvéért. Nemzetközi? Abszolút. Azért elnézést kérek mindenkit, a Szarvinak szólt, nem más. Ott van, milyen jó az a DVTK forma. Ja, ez az utolsó 10 mérkőzés alapján. Azért se Kújvári se rossz. Hát igen, tehát az utolsó 5-öt azt nem is érdemes nézni, de még az utolsó 20 alapján is, a legutóbbi 20 mérkőzés alapján is ez a sorrend DVTK. Hát de várjál már, az Érsekújvárnak hogy jön ki 4 pont abból az 5 vereségből az utóbbi 5 meccsen? Hosszabbításos vereség, meg egy győzelem. Ott nincsen, nézze, az mind sima vereség. Utolsó 10 meccs. De ez utolsó 10 meccs alapján, ja, csak 5 fér föl erre a kis ja, V-betűs akármire. Beszólt a mérnök, hagyjuk, igaz? De nem, utol... hát a 10 meccset ne nézze, 5-öt kell nézni a Tipmixhez is. Jó, 5-ben az Érsekújvár 0 pontos. A DVTK-nak meg van 3 pontja. Ennyi a különbség igazából. Tehát, hogy nem túl rózsás a helyzet, és az is nagyon szembeötlő, hogy az Érsekújvár is 10 mérkőzés alatt 16 lőtt gól. Ezért... Hát ott az, mondta is Magyi, hogy hány góllövő csatáról van a csapatban, első-második soros, és abból is sérült. Az is sérültek, igen. Tehát, hogy kevés, ez így nagyon kevés, ez a 16 meg 19 lőtt gól, mellé a 37 meg 39 kapott, az meg rengeteg. Tehát, hogy ezen nagyon egyszerű a történet, tehát védj egy jó kapust, meg egy normális védelmet, és jó csatárokat, és akkor nyerhetsz, de... ez tényleg egyszerű. Nem? Hát ez a nagy törvény, vagy a nagy könyvben így van megírva. Na mindegy, szóval. 3 csapat részben kell jónak lenned, nem sok. Igen. És ha már védj egy jó kapust, ugye mai hír, hogy ugye Kassára? Micsoda átkötés. Kassára. Hát ugye tanul az ember. Olvastam valahol. A Kassára igazolt. Vajádi. Egy picit olyan kétes nekem a megfogalmazás, mert az már eldőlt, hogy ő oda igazol? Mert az a majd elfog, majd a kapusedzőnkkel dolgozik már, és majd eldől, hogy milyen formában tud együtt dolgozni a két kapusunkkal. Valahogy így fogalmazták a cikkben. Tehát, hogy most csak oda ment edzeni, aztán majd, ahogy mondani szokták, próbajátékra ment. Vagy már leigazolta a Kassát, és ő a harmadik számú kapus, aki egyébként, ha lenne tartalékbajnokság, ott védene, csak néha beül majd a padra. Vagy mit? Erről az eredményekben már benne van, 5 kapusuk van. Igen, 5. Ez meg a másik. És az egyik, az egy ilyen Echte szlovák nevű srác, aki Nyíregyházán született, ő még junior korú. Hát van ez így, na, hát közel van. Majd meglátjuk. Ugye írtak itt mindenfélét a komment csoportba is, hogy jobb lett volna, hogyha egy kis csapathoz igazol, ha visszaszerzi az önbizalmát. Én azt gondolom, hogy nekem pozitív, hogy elvitte, vagy gondol rá a Kassa, mert akkor ezek szerint, ugye nem láttuk mi, csak az eredményeit tudjuk, hogy 17-88%, amiből azt mondjuk le, meg sokszor lecserélték, meg becserélték, meg kicserélték, átcserélték, tök mindegy, hogy nem men neki. De lehet, hogy ott nem vele volt a gond. Tehát én azt gondolom, hogy egy Kassa nem igazol le úgy egy kapust, hogy szar volt.
tehát szerintem ők látnak benne fantáziát, és akkor, mert mi nem láttuk azokat, ugye nem láttuk a Besztercebánya meccseit, tehát fogalmunk nincs, hogy védett, csak a számokat. Ők gondolom látták, és ebből kiindulva mondták azt, hogy kell nekik, akkor az nekem jó jel. Még akkor is, hogyha a Kassa idén egyelőre meglepően bukdácsol. Még akkor is. Én, nekem az a véleményem, hogy jó lenne, ha a kisgyerek megtalálna a helyét, mert szerintem ő legalábbis az utóbbi évek alatt ez jött ki le róla, hogy ő lelkileg ilyen nagyon nehéz, vagy ilyen nagyon labilis, és nagyon könnyen kizökken így a komfortzónájából, és nem nagyon találja az utóbbi időben a helyét. És hát azért nem lenne baj, ha megtalálná, valahogy neki rendbe kéne szedni ezt a dolgot. Mert majd nincs jól eltalálva, hogy hova igazol, azért nem voltak szerencsés igazolásai az utóbbi időben, talán a Miskolcon. Miskolc volt az utolsó jó. Most arra gondolsz, hogy rossz csapatokba igazol, vagy arra, hogy túlvállalja magát? Kicsit szerintem mind a kettőre. Tehát, hogy lehet, hogy a bajnokság sincs a szint, lehet, hogy nincs jól belőle az a szint, ahova ő el kéne, hogy menjen. Talán ő fölül pozícionálja magát, vagy pszichológia, meg franc tudja. Az szerintem biztos, hogy ha most így szembe kéne állítani, akkor, vagy hogy értelmesen el tudjam ezt mondani, akkor nézd meg a hetét, hogy mennyire kerek, és hogy egyben van a pali, és akkor nézd meg Ádit. Csak ebben az az érdekes, tehát, hogy legyomott egy szezont ebbe a típus ligába, egy eléggé nem nagyon jó DVTK-ban, és nyomott egy 94%-ot, és most ugyanabban a bajnokságban vagyunk. Hát igen, most akkor igen, itt széttárom a kezem, hogy nem vagyok kapusedző, nem vagyok pszichológus, nem tudom, mi lehet ott a hiba. Nem videózták az ellenfelek. De valami, na ennyi. Tehát, hogy ez, nem is tudom, hogy ez, hogy tehát azért a kapusposzt tényleg egy olyan, hogy ha olyan előtted a védelem, akkor te hiába vagy, nem tudom, azért bárki lehetsz a világ. Mondjuk lehet, hogy a DVTK-ba könnyebb jól védeni, mert az egy védekezős csapat, míg a Besztercebánya lehet, hogy egy támadó felfogású csapat, csak nem lenne nekik. Lehet, hogy sikerült. Pont háromban lőttek több gólt, mint a DVTK. Az egyik mondatom az nagyon bántólag fog hatni, valószínű. A másik pedig pont, hogy meg fogja védeni Ádit. Az egyik, a bántó mondatom, mondom ezt úgy, hogy igazából nem vagyok ebben 100%-ig biztos, ez csak egy érzés. Baromira nem mindegy, hogy milyen nyelvkörnyezetben játszik Ádi. Tehát lehet, hogy ő tud jól angolul, de nem tud szlovákul, és neki a Miskolc és a Szlovák Liga lehet, hogy egy jó szint, de hogy ahogy a Mogyi is mondta, hogy van, ott a szlovákok nem beszélnek angolul, az idősebbek meg pláne nem, neki ez lehet probléma Ádinak. A kommunikáció, ugye? Svédországban is meg volt a probléma, mindegy, ebben nem menjünk bele a múltba. A lényeg, és ami igazából talán pozitív, ezt már korábban mondtam is, hogy amikor annak idején a Patriotban láttuk napról napra védeni, amikor először beállt, amikor ugye lelépett az összes kapus, mert baszta kifizetni a tulajdonosi kör a játékosokat, vagy nem tudta, teljesen mindegy. Tehát, hogy elfogyott a lóvé, elkezdtek elszivárogni a játékosok, és ugye egyre több magyar játékos, aki addig még futottak, még kategóriás volt, lehetőséget kapott, mert ő maradt. Ádi is ilyen volt, és az első mérkőzéseken egy vagány, de bizonytalan kapust láttam. Aztán valahol valami így átkattant nála, és elképesztő bravúrok tömkelegét mutatta be, és olyan védések, hogy tényleg az évvégi összefoglalóba is simán beférne. Akkor azt éreztem, és beszélgettünk vele is erről annak idején, hogy ő neki nagyon fontos az, hogy 100%-ig bízzanak benne. Na most ez, akkor ő úgy ugye érezte a bizalmat, mert nem nagyon volt más kapus. Tehát, hogy ő volt, azt pont. De hogy lehet, hogy akár a Banská Bystrica, akár a Kassa, nem biztos, hogy az ő terepe, mert
profi klubról beszélünk, és itt nincsen, jaj, de szeretlek te, vagy a legjobb kapusom, még simogatjuk a buksidat. Itt kőkemény teljesítménykényszer van napról napra. Minden, hogy ennél apróbb dolgok is lehetnek. Tehát ugyanebben a témában, csak apró, mint ahogy az Olári Zsombi mondta, hogy Finnországban ő se tudott beilleszkedni. Igen, de egyébként most, hogy mondta ezt a Fodros, eszembe jutott, hogy amikor ő kiment Amerikába, és fölle utaztatták a farm csapat között, esetleg a második farm csapat ide-oda, és ő ezt úgy vette, hogy őt szivatják. Volt egy ilyen nyilván, hogy szivatták. Holott Amerikában ez így működik, bazdmeg, ez egy húspiac. Tehát ő valóban ezek után lehet, hogy tényleg az van, hogy... Picit lelkisebb. Igen, lelkisebb, így van. Tehát a kapusok gondolom általában, vagy azt mondják, hogy jobban, ő lehet, hogy lelkileg ezt így jobban megviseli, ha tényleg úgy, ha nem érzi ezt a 100%-os bizalmat, vagy esetleg mit tudom, nem szeretik, vagy hogy mondjam. Tehát ha nincs az a bizalom, akkor lehet, hogy ő nem tud úgy teljesíteni. Most, hogy mondtad ezt a nyelvi dolgot, megnéztem gyorsan az eredmények alkalmazásban a Kassa keretét. Van egy cseh edzőjük, meg egyetlen egy kanadai légiós, a többi cseh és szlovák játékos. Na mindegy, szóval meglátjuk. Valószínűleg hát, ott a kanadainak meg nem kell elmagyarázni a dolgokat. Az öltözői nyelv az nem a francia. De várj, az meg csaj, Emily. Emil, bocsánat, Emil, rosszul láttok. Emile, hát franciákat, hogy írják ezek. Portier, Porier, vagy... Na, mindegy, én azért remélem, hogy összeszedi magát, meg megtalálja a helyét. Szeretem. Mikor jól megy neki, akkor én nagyon szeretem, amit csinál a pályán. Én nagyon imádom azt a stílust, ahogy ő véd. Uh-huh. Azt én nekem nagyon bejön. Beleégett a retinámba, amikor talán az utolsó Patriot mérkőzés volt, amikor egy ilyen felpattanó korongra, másfél-két méterre, így előre, kivetődve egy ilyen tigris bukfencet nyújtotta be a lepkésbe, úgyhogy egy védőt, meg két csatárt ugrott át. És így ez így nagyon megvan. Tehát én imádom a csávót, nagyon szurkolok neki, bízom benne, hogy megtalálja a helyét, akár Kassán, akár máshol, de előbb-utóbb. Tehát a magyar válogatottnak is szüksége volna egy jó hajádira. Ja, és ha már a magyar válogatottról beszélünk, akkor térjünk át a magyar bázisú bajnokságra. Ezt is olvastam valahol. Mesél átkötés megint. Ez pedig a... Hát itt egy nagyon picit bonyolultabb a kép, mondjuk abból a szempontból, hogy itt mindössze három csapatról beszélünk, akik a rájátszásért küzdenek. Előlegezzük meg a Gyergyónak, azt a 16 pont előnyt nagyjából meg tudják tartani, ami most a jelenleg 7. Vasassal szemben van, vagy a jelenleg 8. Vasassal szemben van a 7. Gyergyónak. És akkor nézzük, tehát úgy nézünk ki, hogy a 8., 9., 10. helyen a Vasas, a Titánok és a Dab szám szerint 20, 20 és 16 ponttal, úgy van 16 pontja a Dabnak, hogy két mérkőzéssel többet játszott. Ugye mindösszesen egy rendes játékidős győzelme van. És vagy ráadásul mindössze 19%-os produkció, míg a Titánok és a Vasas 25,6%-os produkcióval állnak jelen pillanatban. Hát kőkemény csata várható a 8. helyért, az utolsó még rájátszást érő helyért. És nem akarom elkeseríteni a dunai városi szurkolókat még jobban, mert már így is szegények. Az utolsó négy meccs ott. Hát az utolsó négy meccs ott. Elmondom, hogy szerintem a érzés a hosszú évek rutinja alapján a Titánok jut be talán, mert ők vannak ott képbe. De én nagyon szorítok a Vasasnak. Tehát a legnézhetőbb, legélvezhetőbb meccseket ebből a hármasból messze szerintem a Vasas játsza. Én nagyon-nagyon szorítok nekik, hogy ők üssanak be. És ráadásul még három meccset játszanak a Titánokkal, most, hogy nézem. Kezdjük benne a sors. Szerintem ott is lesznek. Meg egyet a Újvárossal, a többi meg hát... Ők is elmennek Erdélybe túrázni egyet, most vannak ugye ott. Csak kicsit mondjuk a Titánok ellen, ugye... Nagyon hasonló, azt lehet mondani, a játékről, vagy legalábbis ez a picit rapszódikusabb játék, tehát
nem lehet tudni, hogy nyernek 3-0-ra, vagy kikapnak 4-1-re, de én úgy gondolom, hogy a Vasas tényleg, amit ők ott elindítottak, hogy 3 év alatt akarnak fejlődni, azért nagyon szépen fejlődtek, és most már tényleg élvezhető meccseket játszanak. Tartják a tervet. Jaj. Így van. Megjöttek a légiósok, avval is pont azt érték el, amit kellett. Jönnek a pontok, jönnek a győzelmek. A fiatalok tényleg feljátszanak a Tiposligába, és megállják a helyüket. Fiatalok, tegyük idézőjelben, mert tényleg már nem annyira fiatalok, de nagyon rendben vannak szerintem. Most ők elmentek Erdélybe, vagy maradtak Miskolcon? Passz, de szerintem. Kicsoda. 27 és 31-e között a Vasas letol 4 meccset Erdélyben. Tehát nem elég, hogy a legkevesebb hátralévő mérkőzése van a Dunaújvárosnak, és mindösszesen egyszer játszanak a Titánokkal és a Vasassal, és ugye mondjuk a Vasas elleni, tehát a Titánoktól is hasonlóan. A két hazai. Ez jó, hát ezzel most nem értem, mit akarsz mondani, hát ez 8 sima zakó. Ne gonoszkodj. Nem, tehát ezt akartam mondani, pont, hogy a Titánok és a Vasas ellen is elég súlyos vereséget vagy vereségeket szedtek össze, de hát ugye ez az utolsó 4 mérkőzés sem kecsegtett túl sok jóval. Jó, de a Vasas meg a Titánok is elmegy Erdélybe még ugyanígy 4 meccsre. Igen, de ők látod, egymás között fogják lejátszani. Ők igen. Azért ne felejtsük el a szerdai szurkolói klubba, a Zsiráf mondta, valaki írta, hogy félnek a Maci és a TVTK, vagy kivel játszik még a Szereda talán most egy hosszú sorozat alatt, hogy ott fognak pontot veszteni, és az irányfont, hogy jobban fél a Vasastól, vagy a Titánoktól, mert hogy azok dupla meccsek. Hogy itt a Diósgyőr. De az, nem? De az. Bocs. És inkább fél attól, hogy a Vasas vagy a Titánok ellen fognak pontot veszteni a szeredaiak, és ez szerintem is benne van. Azt mondod? Igen, a Vasas is szerintem meccs. Fog Erdélybe pontot hozni. Ugye a Vasasnak van egy olyan, hogy 27-28-án januárban a Csíkszereda ellen van egy dupla mérkőzése, és aztán igen, és a Titánok is ugyanígy, csak ők február 3-án, 4-én a Szereda ellen egy dupla mérkőzés, és aztán ami még egy ilyen mérleg nyelve lehet a MAC, ilyen értelemben, hogy február 17-én, illetve 20-án van 2 Vasas Titánok mérkőzés, csak hogy a Titánoknak még közben van egy MAC meccs is, 18-án, 20-án, és még 24-én is van egy, tehát 3 Vasas Titánok, vagy Titánok Vasas összecsapás lesz a jelenleg pont egyenlőségben. Tehát egyértelműen ők fogják egymás között leosztani azt a 9 pontot. A DAB esélytelen. Tehát akkor, hogyha valami csoda folytán, ő most a következő 8 mérkőzéséből mondjuk 6-ot megnyer, akkor esetleg. Akkor még nem is néztük ennyire előre a sorsolást, de akkor éreztük, hogy ez a Vasas DAB meccs, vagy DAB Vasas meccs az ott nagyon sorsdöntő. Ezért. Tehát lendületet lehet, hogy tudott volna szerezni a DAB, ehhez képest egy nagyon súlyos zakóba szaladt bele. Hát értjük, jó, tehát akkor a PO most már el van engedve, rendben van, akkor most már el lehet kezdeni játszani. Ez most akkor megint súlyos szavak, de vállalom. Tehát ezen az Erdélyből hozna pontot gondolkodom, hogy honnan. Mert egyedül a Gyergyó az, aki szórja pontokat, mint Bolond Pékalisztet néha. Az már egyedik meccs a Vasasnak. Szerintem a Szereda, egyik Szereda ellen meccsen szerez egy pontot a Vasas. Egy hosszabbításra elviszi. Hogy egymás után, hogy 27-28 tudod, 2 nap van meccs, és hogy esetleg emiatt gondolom, hogy... Hát, hogy a másodikra, vagy az elsőre tartalékolnak, vagy a másodikra elfáradnak, és a fiatalok talán kevésbé, vagy nem tudom. Hát, de nem, mert a Szeredának meg hosszú a padja, tehát ott meg így van. 2 kerettel ki tud jönni. Inkább mindegy... fejbe, hogy elengedik valamelyik meccset. Ha az elsőt nagyon megnyeri a Szereda, akkor lehet, hogy a másodikra kiküldik a meszt egy kicsit, tudod? Ráadásul ez náluk benne is van. Egy kicsit. Ez a meszt kiküldő. Vagy az elsőre nem pörögnek fel. Én a Vasasra tippelek, hogy ők lesznek ott. Én is.
Hát most per pillanat az aktuális formát tekintve én is mellettük teszem le a voksomat. Reméljük elbírják ezt a hatalmas nyomást. rájuk dobtunk. Minden négyet. Bodo, ne hagyd nekik, hogy hallgassák a kislest. ami az érdekes, most ez feltételezi, hogy Godó hallgatja. Tehát, hát ennyi. Srácok, hogyha nem hallgatnák Godó, viszont szóljatok neki, hogy hallgassák. Na, tehát, hogy a titánoknál van egy érdekes érzésem, hogy ők az elején volt egy ilyen pozitív hullámhegy, egész jó meccseket, egész jó eredményeket hoztak, aztán volt egy nagyon hosszú vereségsorozat, és aztán elkapták talán a gyergyót megint, és akkor úgy éreztem, hogy na, talán úgy picit megrázzák magukat, de pont az ellentétjét érzem a titánoknál, mint a nagy volánnál. Hogy se, pont össze is kötném a kettőt, majd igen, mondjad. Hogy se csapategység, se meghatározó játékos, hanem egy olyan egy picit erős párhuzam, hogy azt mondom, hogy annyira talán nem kilátástalan játékkal, mint a DVTK-kel, de mégis egy picit olyan szürke. Én is pont arra gondoltam, hogy te, hogy a nagy volán, hogy ott nagyon megy, és nem figyelem, hogy mennyire lehet most oda följátszani. Lehet, hogy egy kicsit motiváció hiány van, nem? Á, én nem gondolom, hogy aki most per pillanat a titánokban játszik, azért játszik, hogy majd a jövő héten játszhasson a nagy volánban. Szerintem nem. Szerintem azért játszik, hogy jövőre játszhasson a nagy volánban, de lehet, hogy én gondolom rosszul. Nem tudom, a motivációt én személy szerint nem... Az a baj, hogy én ebből a szempontból hülye gyerek vagyok, mert én minden másodpercet meg akarok nyerni, bármit is csinálok. Nem, hogy a bajnokságot vagy mit tudom. Gondolsz, hogy utánok nem akarnak nyerni. Hát dehogy nem. Mindenki lehet bajnok. Egyszer lesz egy hoki csapatom, CK leszel benne. Én? Én tudja. Nem, a fodor, a főnök. Ne hívjál főnöknek, az tiszteletlenség. Bocs, főnök. Pezsgő, áll csak a hajóhatáshoz. Szóval nem tudom. Én azt gondolom, hogy ez sima vasas. Kis túlzással, utcahosszal fognak a végén befutni a 8. helyre. Ugye aztán a PO-ban mi lesz? A rutintalanság az azt hiszem, hogy egy 0-4-et, vagy egy 1-4-et fog hozni, bárki is választja őket. Én a vasas oldalára írtam be, hogy ez pont jó arra az erdélyi túra, ezek a dupla meccsek, hogy egy kicsit a PO feelinget lehet érezni. Hát igen, Godó biztos, hogy meg fogja tudni nekik magyarázni, meg tanítani, de egy dolgot szinte biztosnak vélek, és erre nagy összegben mernék fogadni, hogy nem a Fradi fogja választani a vasast. Ez előfordul. Miért? Hát még egy perc, plusz ma. Még egy perc, bárkivel játsz. 4-5-6. Még egyet is. De most, annyira nem megy nekik a vasas ellen. Rájuk lettük így a terhet, akkor a titánok meg bemennek mellettük a PO-ba. Nem tudom. De az biztos, hogy... Akkor hívjuk Szérik doktort, hogy... Érdekes másfél-két hét, ennyi? Február 24, igen, még egy kicsit több, mondjuk akkor három. Megjött hónap. Az 4 hét segít. Jó, akkor legyen 4 hét. Tehát érdekes, egy hónap elé nézünk minden tekintetben. Az Erste Ligában is ugye annak ellenére, hogy a PO nagyjából eldőlt, tehát 7 csapat az megvan, ott azért még mennek a brusztok a jó pozíciókért. Azt nem tudom, hogy most az Erste Ligában is ugye választás lesz, első 3 választ? Hát passz. Szerintem igen. Mert ugye középszakasz nem lesz szerencsére. Így szokott lenni. A régóta választás. Ha már ennél választásos történetnél tartunk, ez nem megbeszélt téma, csak így kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy szerintetek jó ez a... Nem az első játszik a 8-kal, a második jó. A 7-kel, hanem jó. Hogy választunk, jó? Jó. El lehet kerülni a trükközéseket. Így van. Nincs matekozás, hogy az utolsó 2 meccsen nyerjek, kikapjak 8 góllal. Igen. Jó, meg hát most ott vagy a legyen annyi. Ne az legyen, hogy
hogy igen, te vagy az első, és a nyolcadikkal kell játszanod, mert hanem igenis lehessen választanod. Ha neked az ötödik szimpatikusabb, akkor ugye ők. Pont arra kitérve, amit mondtál, hogy a Fradi most vezet, és nem biztos, hogy a Vasassal szeretne játszani. Ja. Mert nem, biztos, hogy nem annyira megy nekik. Uh-huh. Jó. Vagy éppen a nyolcadik helyezett tud sakkozni, hogy most én kikapok, vagy a hetedik, hogy leessek nyolcadik helyre, stb. Tehát azért ez a választás, azt mondtam, jó. Ez jó dolog. Oké, okay, akkor ezt megszavaztuk. Mint ahogy azt is, hogy a Vasas bejut a PO-ba. Csak a negyedik bármi kérdése van, szóljon. Micsoda? A negyedik helyzet van egy kicsit beszűkítve, hogy mit választhat. Nem fel. Hát igen. Figyelj, mi szabad lenne akkor, hogyha azt mondanánk, hogy csak négy csapat jut be a PO-ba, és a maradék hatból ő választ. Szarvi gondolkozik. Az ötödik, hatodik hely az kuka lenne, nem? Senki nem akarott végezni. Na, és akkor még egy gyors téma, ezt már egy részleteiben egy picit említettük, mégpedig itt a fiatalok témakört. Ugye az Erste Ligában én egy pár játékost a teljesség igénye nélkül kigyűjtöttem, akik 2000-ben vagy 2000 után születtek. Két macos fiatalembert, egy csatárt meg egy védőt, Schleckmann Márkot és Dóczi Zsombort emeltem ki. Márknak ugye a sérülés miatt mindössze 18 mérkőzése van, Zsombornak már 27. A 27 mérkőzésen védőlétére 14 pontot összeszedett, és plusz-minusz mutatóban is plusz 14-es, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép eredmény, én azt gondolom. Schleckmann Márk is ugye 18 mérkőzésen 16 pontot szedett össze, ebből az igazán figyelemre mértó az, hogy 13 gólt lőtt. És még három vasas játékos Seregé Máté, Révész Marcell és Páterka Bence. Ugye némelyikük, Páterka biztosan megfordult már közben a Miskolcban is. Egy ilyen zárójeles megjegyzés, Miskolc weboldal információk. Hát, nem megy a bajnokság. Na. Az van írva a statisztikák fülön, a DVTK jeges medvék jégkorong oldalára, a statisztikák fülön, hogy nincs statisztika tekintettel arra, hogy nem megy a bajnokság. Ők ezt komolyan vették. Így hát de, akkor töki, hát akkor értjük ezt, hogy a... Nem megy. Ez, hogy olvassák a játékosok is, tudod, lehet, hogy is tájékozódtak. Az, hogy nem megy meg, az, hogy szarul megy. Tehát értem én, hogy főleg én ezt nem tudom megcsinálni, mert nem megy, az nem ugyanaz, mint hogy ezt nem tudom megcsinálni, mert szarul megy. Tehát nem megy a baj. Tehát nem tudtam megnézni, hogy a DVTK. A játékos keretben sincs benne egyetlen vasas játékos sem, tehát nincs frissítve, nagyjából a szezon eleje óta. Hát ezután szeretnék jelezni a DVTK marketing osztályának. Bocsánat. Hogy keresenek egy új rendszergazdát. Valaki frissítsen egyet azon a táblázaton. Hogy ébreszik be, mert elaludott a szerver fölött valahol. És itt egy kicsit a Marton Tibibe belemarnék, hogy ebben jobbak vagyunk, mint az NHL, mert ezek a srácok tényleg 18 évesek, viszont amit ő szokott emlegetni, hogy 18 éves srácok rangálnak C-betűvel a mellükön az NHL-be, én ilyet nem találtunk. Tehát tényleg hónapok óta keresjük, kutatjuk, a legfiatalabb azt hiszem 19 év, 300 nap körüli valami játékosok. Volt, igen. És ennél fiatalabbat nem találtunk, úgyhogy... Jó, de évtizedenként van egy ilyen. Jó, én akkor picit megvédem a Tibit, tehát csak rosszul fogalmaz. Tehát ő mindig azt mondja, hogy C betűvel rohangálnak. Tehát ő ezt úgy egy elő, mint ez ilyen, mondjuk úgy inkább, hogy előfordul szökő évenként. Tehát tényleg így fejből, legközelebb tényleg lehet, hogy beszéljünk vele, és akkor kérdezzük meg, hogy fejből hányat tudsz felsorolni. Nekem kettő vagy három jutott eszembe, és kiderült, hogy... Fiatalon, nem 18 éves, hát fiatalon. És kiderültek, hogy olyan 20 évesek. Hát ugye a lányék voltak itt most a legutóbbi időszakban, ez egy nagy divat lett, hogy a fiatal feltörekvőket, akiket egyébként valóban 17-8 évesen vittek el az NHL-ben és kezdtek el játszani, csak ugye nem egyből lettek C-betűsök, hanem 21-22 évesen. Igen, tehát azért, na mindegy, szóval nem rohangálnak, előfordul, de azért egy akkora piacon
ez meg azt mondom, hogy majdnem el is várt. Jó, hát megvan azok, aki sportol tudja, első gólnál fizetsz a csapatnak. Első, oda mész választani, fizetsz a csapatnak. Első címet, fizetsz a csapatnak. Hát, megvan ez. Mindegy, azért előfordul, de nem rohangálnak, és nem is biztos, nem. Hogy ennek. Például a Calgary mezben, az mind C-betűs. Szerintem. Tessék, ott a megoldás. Én kérek elnézést. Ott a megoldás. Calgaryban. És a Canucksról már nem is beszélve. Odi, ezt az embert, ezt Németedben csapatok. Tudod, van az a mondás, hogy ő jól lát, ő jól hall, ő meg úgy ott van velünk mindig. Sok sárja van, vagy miért kellett őt bevenni? Yeah, jó, díszlet. Amit még itt, ugye megnéztem ez a 2000, vagy azután születetteket, akik sok mérkőzést játszottak, azok rendszeresen nagyon sok mínuszponttal állnak jelen pillanatban a plusz-mínusz mutatóban. Nem emeltem ki őket, nem akarom sem azért, mert nem bántani, vagy mit tudom, hanem ez csak egy információ. Vélhetően harmadik, negyedik, vagy inkább negyedik, ötödik soros játékosok. Játszanak ők, csak kapják a gólokat folyamatosan. Ugyanez, aztán vannak olyan csapatok, ahol gyakorlatilag nincs is, csak a keretbe van nevezve néhány 2000 után született. Tehát ugye az igazán fiatalok, az Erste Ligában nagyjából leszűkíthetjük a Vasasra meg a Macra. Titánoknál is van egy-kettő, odáig nem jutottam el, hogy most onnan is kiemeljek valakit. Nem is ez volt a cél, hogy most itt minden 2000 után született meghatározó játékost kiemeljek, viszont ugye a Titánoknál is, aki igazán jó volt, fiatalként az már felkerült az A csapatba, hogy... Ugye beszélgetünk már arról, Mogyi is említette, sőt sokan, mi is sokszor említettük, hogy túl sok a csapat, túl kevés a játékos. Ehhez képest inkább veszünk légiósokat, és nem játszatjuk a 18-20 éves gyerekeket, be kell építeni, vagy bedobni a mély vízbe. Ez egy gondolatmenet, ugye az egyik oldalt nyíltan vállalta Retyen állunk, a másik oldalon Marton Tibi állt, aki meg azt mondta, hogy miért ne lehetne bedobni egy Schleckmann Márkot. Azért, mert megsérült. Nem biztos, hogy azért sérült meg, mert 18 éves, és vele szemben jött egy 21 néhány, itt amely 3-4 éves gyorsvonat. De hogy ez a fajta kontraszt, ami mostanában a világ jégkorongjában megy, és ugye láttuk nem olyan rég a junior világbajnokságot is, hogy tényleg ilyen elkerekedett szemekkel látjuk azt a tempót, azt a technikát, azt a koronkezelést, a kori technikát nem is mondom. Tehát, hogy valójában itt Magyarországon, és ez most egy ilyen nyílt hangos felkiáltás, hogy megfelelő utánpótlás képzés folyik? Válaszolni kéne? Nem értünk hozzá, csak biztos lehetne rajta javítani még, meg hát biztos igen, próbálnak is, meg javítanak is. Reméljük, hogy sikerül, és tartjuk, vagy próbáljuk tartani a lépést a világ elejével. De egyébként erre csak azt lehet mondani, hogy hát nem biztos, hogy mindenhol, de azért a Macnál, meg a Vasasnál azt lehet mondani, hogy egész jó, sőt, ugye Fehérváron is, mert azért csak felszivárol egy-egy játékos, úgyhogy van, ahol igen, van, ahol nem. Ez a rövid válaszom. Jó, fasza. Jó, nem, most nem akartalak benneteket provokálni, csak tényleg kíváncsi volt. Meglátjuk, tényleg van egy ilyen világtendencia, hogy egyre fiatalabb játékosok kerülnek jó pozíciókba, meg irányító pozíciókba, és ugyanez igaz ugye az edzőkre is, hogy egyre fiatalabb edzőket látunk mindenhol. Hát nem hiszem. Van egy őrségváltás, van egy ilyen tendenciaváltás, nem is tudom, minek nevezzem. És tényleg az van, hogy az ilyen 60-70 éves edzők, akik mondjuk 15-20 évvel ezelőtt még a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy ott áll a padon, és ő irányít, mert ősz a halántéke, és mindenki hisz neki bármit mond, az már egy picit a múlté, és egy teljesen újfajta jégkorong, egy teljesen újfajta megközelítésmód van ebben az egész történetben, és ehhez kellenek a fiatalok. Ugye felgyorsult a világ, most ebben nem menjünk bele, hogy mennyire más most, mint mondjuk akár 20 évvel ezelőtt a világ, de hogy tényleg az van, hogy egy picit
azok, akik nem tudják felvenni ezt az ütemet, ezt a ritmust, ami most, amit diktál a technológia, vagy bármi. Ugye, mert van olyan is, aki fel tudja venni, tehát látjuk, akár Jaromir Jágert említhetném, aki bármit csinál, bárhol van, ő azért még mindig valószínűleg tanár úr a jégpályán, de hogy tényleg egy picit az az érzésem, hogy az a fajta megtorpanás, amit így előszeretettel szoktunk alkalmazni bármilyen sportban, hogy hú, fejlődünk, aztán volt egy megtorpanás, az most tetten érhető a magyar jégkorongban. Hát és erre mondtam, hogy bár megtorpanás lenne, akkor semmi gond nem lenne, és igen, nem is magunkhoz képest, hanem a világ többi okiához képest leszünk mi bajba hamarosan, hogyha nem lépünk valamerre. Ja. Tényleg a junior VB-t nézve, gyerekek, én azt mondtam, hogy az első öt csapat az Erstét simán nyeri. De még Csom a tipost is. De még a tipost is. Én azt mondom. Hát, nem tudom. És ahhoz képest nézel egy, magyar junior meccset, ott rengeteg a rossz passz, nem tudom átvenni a paszt. Ott nem láttam ilyet. Tehát egy olyan Iran mellett, olyan lőtt passzokat, te nem volt egy rossz korongátvétel. Elképesztő, mit játszottak. Hát akkor rossz irányban megy a magyar utánpótlás, azt mondjuk. Mondjuk úgy, hogy lehetne rajta javítani. Biztos, hogy lehetne rajta javítani. Egyébként most akkor legyen egy picit pozitívabb, a Jágert említetted, és nem tudom, hogy olvastátok, egy pár nappal ezelőtt megjelent a cikk a Jason Stradwick-kal, hogy amikor jártak, és ugye kint voltunk, amikor a Tokit is ugye összehajtogatta. Ugye láttuk őket játszani nem néhány meccsen, ugye volt az a klasszikus a kis stadionban, talán az el is maradt hóesés miatt, és picit azt, tehát szerintem mi azért szerettünk meg a jégkorongot, mert ez ilyen általában ilyen jégkorongos mentalitás, hogy tök mindegy, milyen a körülmény, ők játszanak. És ide jöttek el, nyilatkozta, hogy 5000 dollárt kaptak, arra nem tudom, 6 hétig voltak itt Magyarországon, kaptak 5000 dollárt fizetést, közben az ő fizetése volt, nem tudom, akkor már 800000 dollár, a Niedermayer meg ugye 2 millió fölött keresett már akkor évente, tehát az 5000 dollár, azt ha nem adják oda, akkor se vették volna észre. És csak az, hogy eljöttek játszani, és akkor gondolom meglátták a fehérvári jégpályát, most megint. Multifunkciós csarnokon. Azt igen. Bele, hogy utána megmentek a kis stadionba, és akkor az, hogy bárt meg minden klasszik van. Emlékszem, nyilatkozták akkor, hogy ez óriási érzés, mert hogy gyerekkorunkban játszottak utoljára nyitott pályát, tudod, és hogy de ez a hokis mentalitás, hogy nem számít. Tehát, hogy omladozik a fal a kis stadion öltözőjébe, tudod, meg csak hideg víz van, nem érdekel. A Pali bevizezte jéghidegre a jéghideg vízzel a sérót, a Niedermayer hosszú haj volt, és föltette a sisakot, mert azt mondta, hogy ha vízes a haj, akkor jobban tapad. Kint meg volt mínusz 3 fok, tudod. Nem érdekelte. Azóta kopasz. Nem hiszem. Na mindegy, szóval az tényleg egy csoda volt, amikor ők idejöttek, és hát igen, hát ez egy más kávéház. Ezt a Toki el tud nem esélni. Igen. Rossz kor volt rossz helyen. Jó. Urak, van még valami? Vagy az a baj, nem akartam ennyire elkeseregni a végét. Azért próbáltam egy ilyen pozitív. Ez tök jó volt. Szóval mindenkinek ajánlom egyébként. Azért jutott eszembe, bocsánat, azt el is felejtettem, mert ő a nyilatkozatban benne volt ebbe a cikkbe, hogy őt tartja valaha volt legjobb játékosnak, akivel ő játszott, mert hogy olyan szeme van a Palinak, hogy még neki is ő magyarázta, hogy rossz ütővel játszik, mert nem tudom, rossz volt a dőlésszöge, rossz volt a toll, a nyarulat benne, és azt a Jágor rögtön észrevett. Tudod, te hülye gyerek, mivel játszol? Rászott. Hát, hogy ezért jutott ezt a Jágorról, hogy őt tartott nagy pengének, ja, meg megemlítette, hogy a Viktor Hedman az egyik kedvence, mert hogy védőket szereti inkább, ugye ő is védő volt, és hát a Hedman sem ügyetlen, maradjunk annyiban, vagy annak is nagyon össze van a játékhoz. Tehát tényleg azért ott az NHL az egy nagy, oda nem lehet szerintem szerencsével bejutni,
És ott tényleg szerintem gondolj bele, hogy milyen nehéz kiválasztani, hogy, hogy most ki legyen egy ilyen legjobb játékos, csak jó van. Hát ott csak jó játékos, nem? És igen, 7 játékosa, ugye? Hát, és a dabban még nem is játszottak. És nem mondtuk el, de akkor ezt még így ilyen pozitívnak számva a végére. De tényleg, még 8 mérkőzése van a dabnak hátra. Ez a pozitív. Nem, ezt muszáj elmesélni. Muszáj elmesélni, mert Márton Marcell hallgatónktól kaptunk egy ilyen érdekes statisztikát. Felolvasom, jó, mert így az igazi. A 7 játékosai mindig játszottak a dab ellen, és ott szereztek sok pontot. Mondhatni, a 7 játékos a csinálója a dab. És akkor itt föl van sorolva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 játékos a cím. Bece 4 plusz 1-et csinált azon a héten a dab ellen, amikor ő lett a 7 játékosa. Nagy Krisztián 3 plusz 0, Szűcs István 2 plusz 0, Radim Válhár 2 plusz 1, Tianen 2 plusz 0, Turbuc, hát mondjuk ez az 1 plusz 0-val valószínűleg nem azon a mérkőzésen tette le a névjegyét, Kis Patrik 1 plusz 2, Hodzsmen 2 plusz 0, Yellow Horn meg 3 plusz 3, és utána ez volt a legutolsó, ugye Yellow Horn volt legutoljára a 7 játékosa, tehát hogy akkor 9 ha 7 játékosa akarsz lenni, akkor játsz a dab ellen jól. Ez volt a pozitív, mert most én azért is gondolkodtam, hogy ez kinek pozitív. Hát a maradék 9 csapatnak. Most a dabot mi már ma kiejtettük a PO-ból mindenképpen, tehát a rájátszásról, a küzdelemből is. Sajnálom nagyon, de hogy pozitívan zárjuk a történetet. Ebben az volt a legpozitívabb, hogy a Marce hallgat minket. Igen. Visszatérve még az utánpótlás képzésre, szerintem nem is a képzés minőségében lesz ott a probléma, te nagyon okos leszek, hanem a versenyeztetés. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy több meccset játszanak, és sok éles meccset. Ne azért, hogy egy szezonban van, tehát korosztályonként van 2 csapat, aki egymás ellen játszik éles meccset, a többi az előre tudják, hogy megvan. Hát ezt az Ocskai Gabiék meg tudták volna mondani annak idején, ők is szezononként 2 meccset játszottak éles meccset. Nem véletlenül mondta azt annak idején a Kercsó Árpi bácsi, hogy hát akkor ezeket a srácokat valahol vinni kell, mert ez itt lófasz. Hát igen, az már megkeverjük. Na, valami nagyon pozitívval zárjuk. Hajrá. A ma estét. Hajrá, Vasas. Van még egy hajrá, Vasas. Van még egy sör, nekem is van még egy fél. Mindenkinek meg van. Szarvi, neked mi a pozitívum? Hát mindjárt megnézem a tipmixen, ez várja. Hallod, 5-1 lett az Athletic Bilbao, 26-szoros pénz volt az 5,5 gól fölött. Na, megtetted? Nem. Ez a pozitív. Ez a pozitív. Szevasztok, köszönjük a figyelmet, további kellemes időtöltést mindenkinek, sziasztok. Sziasztok. Szóval 5-1, 26-szoros pénz. Adáson kívül mondom, elment a tipmix. Láttam az arcodon.